Rárosmujad az Ipoly jobb partján, a szlovák-magyar határon fekszik. Trianonig Nógrád vármegyéhez tartozott, de Nógrád szakától ma is csak egy híd választja el. A Raros és Mujad település a törökök kiűzése után lett Rárosmujad, és itt áll az a több mint 100 éves Szent Erzsébet templom, ami az első vasbetonból készült középület volt Magyarországon. Tervezője az akkor 30 éves Medgyaszai István, ráadásul a vasbeton szerkezetet keleti és népi motívumokból merítve, kívül belül finom díszítésekkel ötvözte. Medgyaszai István életének szempontjából 30 éves kora környékén járunk, amikor is kikerült Otto Wagner mesteriskolájából, majd befejezte a műegyetemet, tanulmányútjait követően, hát elkezdtek amatoztatni a népi építészet vizsgálata során szerzett tapasztalatait. A tervezést Medgyaszai 1908-ban kezdte, egyszerre több merész újítással. Nem elég, hogy Otto Wagner tanítványa a nyolcszögletű templomot szecessziós stílusban tervezte meg egyfajta vasbeton kísérletként, de szokatlan alaprajzával az addig kötelező szabályokat is felrúgta. Méreteiben nem egy nagy épület, de mégis sok minden van benne, amit így egyenként ki lehet belőle szemezgetni. Balassagyarmaton eljutottam valakihez, aki állította, hogy látott olyan terveket, amik ennek az épület kupolájának az ilyen kiviteli tervei, vagy hogy mondjam, ilyen műhely tervei, mert állítólag a kupolának a cikkelyeit azt Balassagyarmaton vagy valahol ott öntötték, és lovaskocsival szállították Mujadra. Az újító szellem mellett persze a józanság is számított, a tégla drágább volt a betonnál, és Medgyaszai azért választotta az új anyagot, mert az időnek, időjárásnak is jobban ellenállt. Volt itt némi családi hatás is, hiszen édesapja nem csak kőművesből lett építőmester és tervezőépítész volt, de az első magyar cementgyár megalapítója is. Kísérleti betonszerkezeteit az 1873-as párizsi világkiállításon is bemutatták. A nyergesújfalui cementgyárnak a megalapítója volt Benkó Károly, az édesapja, akinek egyébként templomépületet is köszönhetünk, ugyanis a Győri zsinagógának az építésze Benkó Károly, többek között. Nagyon sok minden van benne ebbe a kis épületbe. Ugye egyrészt van benne egy ilyen mediterrán hatás, hogy külön áll a tornya, mindegy kampanile. Ez statikai okokkal magyarázza, de azért funkcionálisan vagy formailag ez a mediterránumhoz köti őt. Az, hogy ez egy oktogon, az oktogon az ő olvasatában az egy tökéletes forma, a nyolcszög. Ez egész életében ezzel foglalkozott, számtalan épületét lehetne mutatni, legalább 20 épületén megjelenik az oktogon. Tehát ez egy olyan építészeti toposz volt az ő számára, ami a tökéletes formával volt egyenértékű, és erre építette fel ezt az egész dolgot. És hát ugye benne van a toronyban ez a kalotaszeg, tehát tulajdonképpen a kalotaszegi templom toronynak ez egy ilyen vasbeton parafrázisa, ezt talán így lehetne megfogalmazni. Tehát őt nagyon érdekelték ezekből az anyagok közötti átjárhatóság. Azzal ugye kísérletezett, hogy ezt a tisztán funkcionális mérnöképítészetet hogy lehet művészivé tenni. És ebbe tulajdonképpen a formailag részben a gótikából, részben pedig a népépítészetből nyert ihletet, hogy így mondjam. De ki volt az építész és ki a megbízó? Medgyaszai István a magyar építészet meghatározó alakja volt, aki a szecesszió idején a vasbetont meghonosította, és akire az erdélyi, dunántúli és palócföldi népi kultúra épp úgy hatott, mint a távol-keleti építészet. Szinte egy időben tervezte ezt a templomot, valamint a veszprémi és a soproni színház épületét. Később a budapesti Bármadas gimnáziumot és még kisvárosi templomok és fővárosi házcsoportok egész sorát. Rárosmujadi megbízója pedig egy helyi birtokos, gróf Körfi Rudolf volt, aki nem csak egy templomot akart a falu számára, hanem egy családi temetkezési helyet is. Nagyon kevés információt tudunk egyébként Körfi Rudolfról, annyi azonban bizonyos, hogy Rárosmujad környéki földbirtokos, nagybirtokos volt,
aki 120 ezer koronát hagyott a falura. A családja számára szeretett volna egy sírhelyet biztosítani. Nem csak, hogy széleskörű ismeretei voltak a felhasználást és a szakszerű kivitelezést illetően, de úgy gondolom, hogy adott ennek egy egyedi ízt, és azt gondolom, hogy ebben az időszakban ezt is keresték benne. Ebben az időszakban többen is alkottak már vasbetonból, tehát itt azért Magyarországon is volt már művelője a vasbeton építészetnek, viszont Medgyaszai műépítész volt a szónak a korban ismeretes klasszikus értelmében. A templomhoz nyitott árkáddal kapcsolódik a karcsú harangtorony, a bejárat fölé graffittó kép készült, és képzeljük el az akkori építési viszonyok között, hogyan készülhetett el ez a kupola. Körben a 8 angyalszobor, Sidló Ferenc műve. Ugye itt egy előre gyártott kupola cikkelyek fedik a teret, amik a helyszínen lettek ilyen acélpántokkal összefeszítve is, aztán gondolom kiöntve, úgyhogy ezért belülről egy ilyen monolitikus darabnak hat, hogy ezeknek a cikkelyeknek az oldalnyomását a felülőhely az felfogja, ezért kerültek rá ezek a nagyméretű angyalszobrok oda, a Sidló Ferencnek ezek a, hát szokták ezeket halálangyalainak is nevezni, mert ugye egy temetőkápolnáról, vagy egy sírból, templomról van szó. Tulajdonképpen az összefeszítés vonalában függőlegesen leterhelik annak mert az a vonal, annak van egy erős oldal ereje, és tulajdonképpen ezt az oldal erőt lehorgonyozzák formailag, meg ezekkel az összekötött bütykös ívekkel, ugye, ami a székely kapukon is megtalálható. Érdekes módon olyan a hatása, ez még én is úgy utólag figyeltem ezt így meg, mármint amennyire fényképpen, hogy tulajdonképpen majd, hogy nem ezek az angyalfigurák ezzel az ívvel össze vannak kötve, és ott állnak, mintha szinte ők tartanák ezt az egész épületet, mintha fel akarnák húzni ezt, és hogy ők lebegtetik ezt az egészet. Szerintem azért nagyon aktuális ma Medgyaszai István, mert az egész életét áldozta arra, hogy kutassa a magyar művészet eredetét, utazott egészen keletig, bármi gyökerig próbált eljutni, és ennek az lett a vége, hogy nem másolta utána ezt a művészetet, hanem megértette, hogy a művészet nem öncélú, és néha a szerkezeti vagy praktikai megoldásokra is adott válaszokat. A kupola csarnokba lépve monumentális a hatás, felül az ablaknyílások gótikus hatásúak, lent az oltár mellett pedig egy-egy ajtó vezet le a családi sírboltba, ahol Körfi Rudolf családja nyugszik. Medgyaszai Mujadon a modern vasbetont hagyományos népművészeti elemekkel kapcsolta össze. A forradalmi konstrukcióra viszont nem vállalt életfogytig garanciát. Azt gondolom, hogy azért is vállalt csak 10 évre szabadalmat az épületre, mert maga sem tudta, mennyire lesz időtálló ez az új anyag. Az építkezés 1910 tavaszán kezdődött, de november 20-án már fel is szentelték az eredetileg kékre, később tojáshéj színűre festett templomot. Azt gondolom, hogy eredetileg fehér volt egyébként a templom. Ha visszaállíthatnák, akkor én a kéket is javasolnám szívem szerint, de eredetileg fehér volt, viszont a belső terek színe az is sokkal fakóbb volt a mostanihoz képest. Ugye napjainkban ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy van a profitorientált építészet, és a gyorsan nagyot építeni elv, aminek sokszor az az eredménye, ugye, hogy a modernizmusból kölcsönzött nagy felületek, amikkel maga közvélemény eléggé nagy feszültségben van, és közvélemény már igazából visszavárja a dekórumot. Ami szerintem Medgyaszaiban nagyon-nagyon aktuális, az az, hogy ezekben a modern anyagokban, hiszen ugye a vasbeton szerkezettel volt az első, aki itthon, hogy Isten igazából úgy nagyon bátran, művészi módon kísérletezett, megtalált egy választ, hogy ezekből a modern anyagokból is lehet dekorumot létrehozni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy oké, hogy visszahozta a
magyar népművészetet, de soha nem másolt. Ha volt valamelyiknek praktikai jelentőség, akkor azt is vissza tudta hozni. Tehát tényleg tanulmányozta a művészetet, tanulmányozta a népi művészetet, nem pedig másolni akart. Ez nem egy felületes másolás, nem egy felületes dekorum visszahozása az építészetbe, ami néha ma szerintem azért tetten érhető a magyar kortárs építészetben. Átkonvertálta a saját korának a szükségleteire, aminek az lett a vége, hogy létrejött egy hiába múltba táplálkozott, de abszolút kortárs építészet, úttörő kortárs építészet szerkezetben és esztétikában is. És szerintem erre ma a kortárs építészetnek szüksége volna. Ismét.